Vasárnap óta a fiatalok kétszer keményen edzenek. Az edzőtáborban 22 lány van. Én nagyon örülök neki, hogy most ennyien összegyűltünk lányok, 22-en vagyunk, és hozzátenném, hogy most érkezett hozzánk egy bulgár edzőnő, aki az riói olimpián bronzérmet szerzett, illetve több korosztályos világversenyen hozott már érmet, úgyhogy velem most komolyan el tudtuk kezdeni a felkészülést az idei versenyekre. A feltételek adottak a színvonalas munkához, így a táborlakók jól érzik magukat a megfeszített tempó ellenére is. Reggel 7-kor kelünk, 7:15-re kell érni ide a főbeáradathoz, és van egy séta, utána reggeli. 10-kor van egy edzésünk, utána 2-től csendes pihenő, és 6-tól megint kezdődik. A tábor egész jó, napi 2 edzésekkel, ugye, ahogy mondom az előbb is. Átveszünk technikákat, ugye előgyakorlatokat. Az edzőtábor a Szerbiai Birkózó Szövetség évi felkészülési programja alapján zajlik. Mindenkire közös program van, tehát elsősorban erőnléti és taktika-technikai edzéseket tartanak, úgyhogy ez végül is egy ilyen közös program, annak a programnak a része, amit ugye mindig mondunk is, hogy mi, mint az akadémia szerves része vagyunk, azért továbbra is a szerbiai birkózásnak, hiszen ezek a gyerekeik, ezek Szerbia egyesületeknek a tagjai. A versenyszezon februárban kezdődik.